Az almaszedés ideje még odébb van, de sok termelő már most azon töri a fejét, hogyan szerezzen elég munkavállalót, aki leszüreteli a termést. A mezőgazdaságban évről évre egyre súlyosabb munkaerőhiány tapasztalható. A növekedés.hu cikke szerint még 15-20 évvel ezelőtt még bővelkedtek az olcsó munkaerőben, most alig van napszámos és idény munkás, aki betakarítaná a zöldséget és a gyümölcsöt. A probléma komplex, több dologból gyökerezik. Az egyik ok vélhetően a pénzügyi gazdasági világválság után a 2010 körül kezdődött gazdasági kivándorlás, de van szerepe ebben a társadalom részbeni öregedésének is, van szerepe annak, hogy megváltoznak a társadalmi szokások, a fiatalok számára már nem vonzó az agrárium és a kertészeti termelés, a kertészeti vállalkozásokban döntően 50-60 éves és annál idősebb munkaerő dolgozik. A munkaerő hiánya közvetlenül és közvetve évi nagyjából 50-80 milliárd forint kárt okoz a szektorban. Ennek mértéke a cikk szerint idén a 100 milliárd forinthoz közelít. A szakember elmondása szerint a kevés dolgozó miatti önköltségnövekedés rövid távon nem érződik a piaci árakban, hosszabb távon azonban már igen. Itt könnyen lehet, hogy hiába jó a termés, egyre drágábban vásárolhatjuk meg a hazai zöldségeket és gyümölcsöket az áruházakban. Noha több növény esetében gépekkel váltják is sok feladat elvégzését, ez sem oldja meg mindig a problémát. Ma már a feldolgozóipari célra szánt medgyet csak és kizárólag géppel takarítjuk be, azonban már odáig is elérkeztünk, hogy a géphez sem tudunk elegendő munkaerőt, vagy csak nagyon nehezen tudunk elegendő megfelelő munkaerőt találni. Nem mindenki szeret fizikai munkát végezni 40 fokban gyümölcsösben, zárt kertben 12 órában minden nap. Hiába emelkedtek a munkásoknak fizetett bérek a közelmúltban évente 10-15%-kal, 5-6 év távlatában pedig megduplázódtak, nem enyhült a probléma. A Fruit Web elnöke szerint ráadásul várhatóan a jövőben sem lesz több munkaerő, így más megoldásokkal kell próbálkozni. Egyetlen lehetőségünk van a termelés intenzifikálásával javítani az élő munkahatékonyságot, hiszen az intenzívebb termelési módok, intenzívebb ültetvények, hajtatott zöldségtermesztés nagyon jelentős részben javítják az élő munka felhasználását. Gépesítéssel, automatizálással ki kell váltanunk az élő munkát, továbbá ami még megoldásként, de nagyon szomorú megoldásként előttünk áll, az, hogy termelési szerkezetet váltunk, és az élő munka igényes ágazatokat egy vállalkozáson belül csökkentjük, vagy netán megszüntetjük. Sok kertészeti vállalkozás azzal orvosolja a problémát, hogy átalakítja a termelési szerkezetét, úgy, hogy a lehető leghosszabb ideig tavasztól őszig munkát tudjon biztosítani dolgozóinak.